Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A következő esztendőben ünnepli 150. születésnapját a Szent György Kórház, Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, és folytatjuk pontosan ezért azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk azokat az orvosokat, nővéreket, azokat az egészségügyben dolgozókat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy országszerte ismert és elismert legyen ez az intézmény. Vendégem pedig Szarvas József, a Szent György Egyetemi Oktatókórház volt baleseti sebészének volt osztályvezető főorvosa, aki a Magyar Kézsebészeti Társaság tagja, és nem mellékesen, hiszen erről is szó esik majd, a Székesfehérvár szenátusának is tagja. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő. Főorvos úr, kezdjük a pályaválasztással. Ezek nagyon fontos pillanatok egy középiskolás életében, amikor dönt a jövőjéről. És azt hiszem, hogy aki az orvosi hivatását választja, és a voksát, ha úgy tetszik, a hippokratészi eskü mentén teszi le a jövő időben természetesen, annak idejekorán döntenie kell. Önnél ez hogy történt? Ha szabad, hadd tegyek említést még az általános iskolámról, pontosabban az általános iskoláimról. Ugyanis én a 8 osztályt 4 különböző iskolában jártam ki, ez azt gondolom, hogy nem szokványos. Szülőfalum Alsó Szent Iván, ahol az első 4 osztályt jártam. Aztán ott egy ilyen osztályösszevonás kapcsán azt javasolta, volt tanítónéném, hogy inkább vigyenek át a szomszéd faluba előszállásra, ahol viszont nem egy, hanem 2 osztály volt, kicsit talán színvonalasabbnak érezte az oktatást, szüleim pedig ott dolgoztak, úgyhogy ez nem volt nagyon nehéz megoldani. Aztán úgy hozta a sors, hogy 7. Dunaújvárosba kerültem egy iskolába, és 8-ra megépült mellettünk egy új iskola, ahova automatikusan áttettek, úgyhogy egyik helyről se rúgtak ki, de mégiscsak 4 általános iskolába jártam, így aztán nagyon sok osztálytársam volt, nagyon sok tanárral, nevelővel találkoztam, úgyhogy ez valamiféle alkalmazkodó készséget, változások könnyebb elfogadását azt gondolom, hogy építette bennem. Miként választott középiskolát? Ugye akkor már Dunaújvárosban laktunk, vagy hát félig meddig ott laktunk, mert ott vettünk egy lakást, de a szüleim gyakorlatilag Alsó Szent Ivánon maradtak még, úgyhogy édesanyám hol hozzám jött haza, hol Amoda ment haza, meg a nagymamám volt velem, és Dunaújvárosban ez egy gimnázium volt, a Münich Ferenc gimnázium, nem volt nehéz a választás, oda kerültem, egyébként hát nagyon szerettem ott jó lenni. Tanuló volt? Hiszen azért az orvosegyetemhez akkor is és most is természetesen az elit, nem az elit iskola, hanem az iskolák elit tanulói kerülnek be. Jó tanuló voltam, de azt gondolom, hogy nem én voltam talán az osztályban a legkimagaslóbb. Mindig volt egy kedves barátom, a Bezzeg, nem mondom a nevét, a családba, akivel például osztak a szüleim mondjuk. De úgy gondolom, hogy az osztálynak az első 5 helyezettjébe vagy tanulójában úgy benne voltam. Tudatos volt a választása nyilván a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, és ez egy nagyon fontos pillanat egy fiatal életében. Egyrészt érdekelt mindig a természettudomány, a reál dolgok, másrészt az anyai nagyanyám, ő nagyon-nagyon szerette volna, hogy orvos legyek, és hát elég sokat mondjuk rágta is a fülemet emiatt, illetve hát ez irányba terelgetett. Egy másik lehetőség, ami még fölmerült akkor, volt ilyen szak, hogy biológus mérnök, ezen gondolkodtam sokat, végül ezt választottam, és hát nem bántam meg.
Mi fogadta Pécset egy olyan egyetemen, ahol egy legendás időszak volt az előző időszak mindenképpen, hiszen Romhányi professzor, Lissák, Ernst, Kerpel Frónius, Szent Ágotai professzorok, olyan professzorok, akiktől mindent el lehetett sajátítani, és ez nyilván a későbbi időszakban is ugyanígy volt. Ezekkel a nevekkel én már nem találkoztam, mint közvetlen előadók, csak a legendájuk lengte be még akkor mindig az egyetemet. Romhányi professzor egy alkalommal tartott nekünk egy előadást, hát ez nagyon nagy élmény volt mindenkinek. Talán még azt megemlíteném, hogy előfelvételisként kerültem az egyetemre. Ez azt jelentette, hogy nem kellett felvételiznem, de újra felvételiznem, mert megvolt a pontszámom, de helyhiány miatt elsőre nem tudtak fogadni, így egy évet egészségügyben kellett dolgoznom, ez volt a feltétel annak, hogy oda kerülhessek, és ez a Dunaújvárosi mentőállomáson történt, mentőápolóként dolgoztam ott egy évet, ami hát nagyon-nagyon hasznos volt. Tehát gondolom, gyakorlatban megtapasztalta, hogy mi mindent kell napról napra tenniük a mentőknek. Igen, meg azt, hogy mit jelent az, hogy beteg ember, egyáltalán viszonyulni, kit kell komolyan venni, ki az, akit esetleg kevésbé, mi az, ami tényleg sürgős, mi az, amivel várni lehet egy kicsit. Tehát, vagy például több szülést vezettem a gimnáziumból kikerülve két hetes képzés után, mint az egyetemen összesen, konkrétan ott egyet se, de dösként, menti ápolóként ott, igen. De tehát ez egy hasznos időszak volt. Igen, nagyon. Érdekes, hogy bárhonnét is jönnek az orvos kollégáid, tehát legyen az Debrecen, Szeged vagy a Sotésok, de és ugyanígy van Pécsett is. Mindenki elmondja, hogy egy-egy professzor milyen nagy hatással volt a későbbi pályafutására. Én egyetemi tudományos diákköri munkát azt Nyáradi József, akkor tanársegéd kezei alatt végeztem. Ő a traumatológiai klinikán dolgozott, és egy speciális mikroér varat technikát talált és dolgozott ki, és ehhez voltam én segítségére abban, hogy patkányokon ezt a technikát nagy szériában operáltam. Tehát patkányt az állatkísérletes műtőben volt egy ilyen intézet, ma is van egyébként. Elaltattam mikroszkóp alatt az aortájának egy kis darabját, megfordítva visszavartam ezzel a bizonyos ilyen behüvelyezős mikroér varra technikával, és hát ez nagyon nagy hasznomra vált a későbbiekben, mert ott egy ilyen apró műszerekkel, mikroszkóp alatt történő technikát volt módon begyakorolni. Egyébként pedig még Nyáradi tanársegédre, aztán ő lett a klinikai igazgató professzorra visszatérve. Ő végezte például az országban az első nagy végtag visszaültetést, ez egy levágott autóbalesetben elveszített felső végtag volt egy fiatal nőnél, és véletlenül éppen kerestem őt a klinikán valami miatt, mondták, hogy melyik műtőben, felkartvar vissza, úgyhogy én oda berohantam, és gyakorlatilag szinte az elejétől végig nézhettem ezt a műtétet, ami hát szintén adott egy nagy löketet a tehát ezek az időszakok mindenképpen hatással voltak, igen, arra, hogy milyen szakirányt válasszon. Egy pillanatig sem volt kérséges, hogy a traumatológia öné? Az biztos volt, hogy valamilyen manualitást igénylő mesterségszerű
területet válasszak, és hát a traumaturgia az ez. Hol tartott akkor ez a szakirány Magyarországon? Mert tudjuk, hogy azóta nagyon egy teljes fejlődésen ment át. Igen, akkor már egy megújuló időszakát élte a szakma. Kezdtek bejönni az úgynevezett AO, ez egy főleg Svájcban, svájci központú munkacsoport, akik megfelelő fémimplantátumokat, csavarokat, szegeket, beépítő műszereket dolgoztak ki, és ezeket jó minőségben le is gyártatták. Ezek egyre inkább bekerültek már az országba, illetve a szakmai köztudatba, oktatni kezdték őket, és onnantól kezdve már magyar fejlesztők is beléptek ebbe a sorba. Tehát egyre több és korszerűbb módszer került bevezetésre, és a mikrosebészet terén is az operációs mikroszkópok, a nagyon finom műszerek, kéziműszerek, varróanyagok, azok már hozzáférhetővé váltak. Ön úgy fogalmazott egy interjúban, hogy az Országos Traumatológiai Intézetnek különleges szerep jutott, hogy folyamatosan fejlődésnek indulhatott itthon is. Igen, hiába volt meg ugye a technikai feltétel, meg mondjuk a hardware a szakmához, hogyha nem voltak kiképzett emberek. Az Országos Traumatológiai Intézet az valóban nagy szerepet vállalt a traumatológus képzésben. Kezdetben még 3 hónapos tanfolyamra jártunk oda, én is annyit töltöttem ott, ahol hát nagyjából az egész házon végigment az ember, és különböző osztályok, különböző sérülésekkel foglalkoztak, mindegyikből valamit megkóstolhattunk. Manninger Jenő volt ott az intézet alapító, és hát az igazán markáns egyéniség, és hát nagyon sok nagy név. 1984-ben került Székesfehérvárra. Mi fogadta a Szent György Kórházban? Nem jelzőszerketeket használva, de akkor egy valóságos vidéki közkórház volt, függetlenül attól, hogy Kuhár főorvos úrék elindultak egy úton. Én eredetileg Dunaújvárosba gondoltam, hogy megyek majd dolgozni, hiszen ott volt egy lakásunk, de aztán a kórházba, mire nekem ott kellett volna, hely éppen nem volt. És valaki meg azt mondta, hogy figyelj, ne kórházat válassz, hanem főnököt. És ez nekem nagyon bevált, hogy az itteni traumatológiai osztályon az akkori néhány éve itt dolgozó Sánta Ernő főorvos lett a főnököm, aki hát emberileg, szakmailag nagyon-nagyon sokat adott nekem. Ő szintén a traumatológiai intézetből került már ide. Késsebészetet művelte nagyobb volumenben, de az általános traumatológiát is, minden részét. És mellette aztán hát sokat asszisztálhattam mindenféle műtétekbe, és később ő is nagyon sokat asszisztált nekem, például ilyen késsebészeti. Mit lehetett megtanulni tőle? Hát először is a türelmet, az emberi hangnemet, tehát soha nem ordított, vagy nem döngölte az embert a földbe, valószínűleg lett volna miért. Egy nagyon precíz, finom műtéti technikát, tehát azt, hogy a csipesszel mit fogjak meg, és mit hogy tartsak el, vagy ne fogjak meg, azt azóta én is kezdő kollégáknak ugyanúgy elmondom, mint ahogy tőle tanultam. Ugyanakkor
egy szerénységet, tehát soha nem tolta magát előtérbe, előadásokat akkor tartott, ha fölkérték rá. Pedig nagyon jó előadó volt, és nagyon élvezetes előadásokat tartott, ilyen továbbképző kurzusokon, többnyire a hajlítóinak sebészete témakörben. Ez volt az ő specialitása, ebből is ilyen témából lett kandidátus. Mi volt a folyamatos fejlődés záloga? Hiszen a 80-as esztendők közepét írtuk, és egyre inkább elindult azon az úton a Szent György Kórház, hogy aztán egyetemi oktatókórház lehessen, és ez köszönhető önnek, önöknek, annak, azoknak a főorvosoknak, akik a szakmán belül, a szakirányon belül a lehető legtöbbet szerették volna megvalósítani. Inspirálóak szakmailag a továbbképzések is, és mondjuk az évente megtartott traumatológus, késsebész kongresszusok. Mindegyiknek van egy úgynevezett fiatalok fóruma, ahol a 35 év alattiak előadásait külön értékelik és díjazzák. Ilyenneken hát rendszeresen részt vettem, és nyertem is el díjakat, például egy Helsinki európai kongresszuson való részvételi lehetőség, ahol aztán én magam is előadtam. A kórházon belül is a Tudományos Bizottság az rendszeresen kiírt Szent György napi, korábban ez Semmelweis napi volt, de most Szent György napi pálya munkákat, és hát ezekre is készültek dolgozatok ott is. Ezek a publikációk, illetve előadások megerősítést jelentettek, hogy jó úton járnak? Nyilván, amikor az embernek azt mondják, hogy ez most jó volt, és mondjuk egy külön díj, vagy egy első díjat te nyertél meg, az valamiféle megerősítés. Igen. Tehát a traumatológia folyamatosan fejlődött, tehát ha úgy tetszik, akkor európai lett mindenféle értelemben. Ez vonatkozott azokra is, akik szakirányt választottak, tehát a fiatal korosztály is szívesen, vagy pedig továbbra is ott tartunk, hogy kevesen választják sajnos ezt? Sánta főorvos után meg kell említeni két olyan holtosztályvezetőt, akik szakmailag sokat hoztak az osztályra. Az egyik az Füles Péter volt, aki szintén a Traumatológiai Intézetből került Angliába, néhány évet ott töltött, és ott sok új ismerettel, tudással felvértezte magát, és ezeket haza is hozta. Protézis beültetések, nagy csont műtéti technikák terén. Sajnos ő tragikus körülmények között meghalt, éppen egy végigdolgozott nap után hazafele tartva az autójával az autópályán egy víz átfolyáson megcsúszva. Ez akkor engem nagyon megrendített, és azóta se tudok közömbösen vissza gondolni erre a dologra. És Mester Sándort kell még itt megemlíteni, aki pedig a Pécsi Egyetemen dolgozott, amíg Arábiába ki nem ment, és ott több évet eltöltött. És egyrészt az egyetemi tudással, ismerettel, másrészt egy ilyenfajta nemzetközi tapasztalattal, kitekintéssel jött hozzánk. Neki nagyon nagy volt a tudományos megalapozottság iránti igénye, tehát az, hogy ha valamit belekezdett, hogy valamit javasolt, azt mindig ilyen irodalmi kutatás, áttekintés után tette, és hát ezzel kicsit ámulatba is ejtett bennünket, hogy amikor reggel 7:30-as referálón elmondta, hogy ma reggel azt olvastam, amelyik szaklapban. Tehát
akkor hánykor kelt és kezdett olvasni. Tehát ő is itt nagy lendületet adott a traumatológiának. És hát utána jött egy időszak, amikor én álltam az osztály élére. Igazából én ezt a posztot nem kerestem és nem pályáztam, de hát így hozta az élet, hogy ez így rám maradt. És most a múlt év decemberében aztán úgy ítéltem meg, hogy jobb, hogyha egy fiatalabb kollega folytatja. Ez egy rendkívüli felelősség volt mindenképpen. Mi mindent lehetett átadni abból a sok-sok mindenből, amit megtanult a fiatal kollégáknak? Én úgy érzem, hogy amit osztályvezetőként megpróbáltam átadni, az nem annyira a szoros szakma, hanem inkább a szemlélet, az a fajta kollégákhoz való viszonyulás, amit én jónak érzek, előtérben tartva mindenkori nyugalmat és békességet, és nem a csarkodást. Tehát ez irányba próbáltam a dolgokat terelni. Nos, elismerésekről kell, hogy szó essék mindenképpen. Egyik oldalról 2010. március 15-én a Magyar Köztársaság érdemlend lovak keresztjét vehette át, és majd a Magyar Civil Becsületrend díjat is. És engedje meg, hogy és kedves nézőink önöknek is, hiszen az első díjazottak között volt a becsületrendnél, és egy korabeli újságcikkből hadd idézzek, az első díjazottak között van Szarvas József székesfehérvári orvos, aki egy életmentő segítségnyújtással érdemelte ki a kitüntetést. 2009-ben egy bicska és egy golyostól segítségével mentette meg egy balesetet szenvedett motorkerékpáros életét, aki egy darás csípéstől kapott ödémát. Az orvos az országút árkában végezte el a nem rizikómentes műveletet, jégemetszést hajtott végre a férfin. Igen, hát ez akkor elég nagy nyilvánosságot kapott ez a történet. És hát visszagondolva, tényleg nem egy hétköznapi dolog. Budapest felől Dunaújvárosba tartottunk éppen egy ilyen osztálytalálkozóra, volt gimnáziumi osztályommal találkoztam volna, amikor az árok parton vagy az árokban az út mellett megláttam egy motorbiciklit, meg az utasát, és hát mire gondoltam volna, mint hogy belement az árokba és megsérült. Megálltunk, és kérdezem tőle, hogy mi történt, milyen fáj, hogy van, és mondja, hogy megcsípte egy darázs, bement ide a bukós is sakja sem belülre, és valahogy megcsípte, és ő allergiás a darázscsípésre, egyszer már emiatt kórházba is került. De ennyi volt, amit el tudott mondani, és onnantól már gyakorlatilag annyira fulladt, rossz volt a légzése, hogy elvesztette az eszméletét. Úgyhogy nem volt más lehetőség, nagyon gyorsan kellett cselekedni, egy ilyen kis fotós táskámba volt nálam egy ilyen több felhasználhatóságú szerszám, aminek például van egy bicska része, meg fogó, meg nem tudom micsoda, olyasmi, mint a svájci bicskák. Egyébként azóta is magammal hordom, most is itt van kint a táskámban. És azzal kellett azon a ponton, ahol ezt egyébként az egyetem talán első évfolyamán anatómiából megtanítják, a gége alatti részen megmetszeni a légcsövet, és hát valahogy ezt a képzett lyukat fenn kell tartani, valami csőszerű dolog kívánkozik oda be, és akkor a feleségem ott leállított autókat, és szerzett egy golyóstollat, aminek van, vagy volt egy ilyen hengeres része, azt a cipősarkával letörte, és azon keresztül tudtam fújni, lélegeztetni. Hát igen, ez egy legendás történet. Épp a sztori így a családba kering, hogy valamelyik gyerekünk
felhívott bennünket, és a feleségem fölvette a telefont, hogy hol vagytok, mit csináltok. Itt vagyunk az árokparton, apád elvágta egy ember torkát. Nehéz volt azért értelmezni. Jó helyre kerültek ezek az elismerések. Na és aztán jött a mentő, ott rendesen, illetve hát nem rendesen, hanem ezen a lyukon keresztül intubáltuk a beteget, és akkor egy névjegykártyát odaadtam a mentős doktornőnek, hogy mégis ki volt az, aki ezt csinálta, meg hogy mikor egy-két adatot ott ráírtam, és elküldtem vele az ellátó helyre, ahonnan aztán, vagy nem is, a mentősök értesítették Györfi Pált, aki mindjárt fölhívott, és megkérdezte, hogy hajlandó vagyok-e ebbe a dologba nyilatkozni, és onnantól kezdve megindult az újságírók áradata. Holott nem ezért történt. Beszéljünk a hitről. Nagyon-nagyon fontos az ön életében, és azt hiszem, hogy itt Székesfehérváron is mindannyiunk számára fontos, hiszen ön a Székesfehérvár Öreghegy Magyarok nagyasszonya, plébánia képviselőtestületi elnöke, illetve az egészségügyi munkacsoport vezetőjeként is nagyon-nagyon sokat tett ezért. Ez egy szolgálat. Mennyiben lehet kiegészíteni, kiteljesedni a hitben, illetve egy közösségi szolgálatban? Az ember életének a nagy része, azt gondolom, hogy egy szolgálat. A munkahelyén, a családban, bármilyen közösségben, amit maga választ magának. Vallásosként nevelkedtem, és hát természetes volt, hogy amikor ide kerültünk Öreghegyre, akkor a helyi templomba kezdtünk járni. Gyerekeimet is ott keresztelték, az akkori plébános Glósz Ervin atyával, hát jó, kapcsolatba kerültünk, és egyszer csak fölkért erre a tisztségre, hogy legyek akkor a leköszönő képviselőtestületi elnöknek az utóda, és hát igen, mondtam természetesen. Sok szép akció, emlék kötődik ehhez a tisztséghez. Ott volt egy ilyen közösségi teremépítés, amiben részt kellett venni, nem fizikai értelemben, hanem ott a lebonyolítás illetően. Évente szerveztünk, vagy hát inkább úgy mondom, hogy szerveztem egy ilyen egészséghétvégét, ami mindig véradással, egészségügyi témájú előadásokkal, sportakciókkal telt, meg egy-egy ilyen egyházközségi pikniket, ami általában nyár elején volt, és valahova elkirándultunk helybe főzöcskézés, barátkozás címén. Most ez a covidos időszak egy kicsit ezeknek a dolgoknak hát szárnyát szegte, úgyhogy most két turnus vagy év már kimaradt. Azt gondolom, hogy lassan át fogom adni ezt a szerepet, mert látom, hogy ott a közösségben vannak fiatalabbak, akik aktívabbak, talán munka, család is kevésbé foglalja le őket, és lehet, hogy hatékonyabban tudnák ezt már csinálni. De egyelőre még valóban én vagyok az elnök. Igen. Tornyai Gábor atyával, aki aztán átvette a szolgálatot Ervin atyától, meg nagyon jó együttműködést lehet kialakítani. Nagyon elfoglalt, és rengeteg helyre hívják, és megy, de hát nagyon felvirágoztatta a közösségi életet. És szeretik is toronyítját, én azt gondolom. Nagyon sokan fiatalok főleg.
No, egy dologról mindenképpen kell, hogy szó essék még, a közéleti szerepvállalásáról, hiszen ön a Székesfehérvár szenátusának tagja. Miként fogadta a felkérést? Nagyon meglepett, annál is inkább, mert polgármester úrral néhányszor beszéltünk ilyen-olyan rendezvényeken, például az öreghegyi templomnak valamilyen rendezvényén, de nem voltunk személyes kapcsolatban. Facebookon egyszer-kétszer reagáltam megnyilvánulásaira, és így ért ez a felkérés a részéről, amit hát nagyon megtisztelőnek éreztem, és úgy gondolom, hogy nem lehetett nemet mondani, nem is bántam meg, egy nagyon baráti jellegű társaság és találkozások vannak. Most az utóbbi jó néhányat a Covid miatt csak online tudtuk megtartani, de talán a legközelebbi az már face to face lesz. Így van, szemtől és szemben. Hát kicsit jó érzés az, hogy a város életébe valamilyen szinten, ha csak egy bólintással, vagy azt mondva, hogy igen, ezt én így jónak gondolom, legyen így, ha rám hallgatsz, belefolyhat az ember. És valódi kérdések merülnek fel, tanácskérés a polgármester úr részéről, tehát egy élő dolog. Az én feladatom pedig, hogy köszönetet mondjak egyik oldalról a gyógyítónak, hogy itt van velünk, és természetesen továbbra is folytatja munkáját. Másrészt a közéleti szerepvállalásáért is, hiszen Székesfehérvár fontos nekünk, minden egyes pillanat, amit itt élünk meg, fontos a családjaink számára, és köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmeket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra.